Még mindig vannak olyan adózási témák, melyek körül sok kérdés felmerül, ha az SZIA bevallásról van szó, mondta stúdiónkban a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina tájékoztatása szerint egyebek mellett ezek a különböző jövedelmek, illetve juttatások. Ilyen a tanulmányi ösztöndíj, amiről nem kell bevallást benyújtani, ugyanis az adómentes bevételnek számít, csak úgy, mint a családi pótlék. Szintén adómentes a lottónyeremény, hiszen az engedélyhez kötött sorsolásból származó bevétel esetében a kifizetőnek már a készhezvétel előtt le kell vonnia a megállapított adót. Azonban az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet be kell vallani, ha az meghaladja a mentesített keretösszeget. A mentesített keretösszeg a ledolgozott napok száma szorozva a minimálbér vagy a garantált bérminimum napi bérként meghatározott összegének a 130%-ával. Tehát ha ezt az összeget meghaladja a kereset, akkor be kell vallani a felettes összeget, és azután meg kell fizetni a személyi jövedelemadót. Ha ilyen jövedelmet szerzett az adózó, akkor a NAV elkészíti a tervezetet, amely tartalmazza a jövedelmet és annak adóját. Ugyancsak tartalmazza a tervezet az iskola szövetkezeten keresztül szerzett bevételt, amennyiben a hivatal rendelkezik munkáltatói adatszolgáltatással. Ha nem szerepel esetleg a bevallási tervezetben ez a jövedelem, akkor ki kell egészíteni ezt a tervezetet, illetve szerepeltetni kell a levont adó előleg összegét is. Vagy egy másik megoldás, hogyha a diák úgy gondolja, akkor önállóan is be tudja adni a 21-es SZIA bevallást. Még egy hónap van hátra a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határidejéig, addig is a NAV munkatársai telefonon és személyesen az ügyfélszolgálatokon is nyújtanak segítséget a felmerülő kérdésekben.